és áld meg azt a helybéli asszonyok sütötték az Isten tiszteleten megszentelt és kiosztott cipókat. Egy kiló lisztből 6 deci víz hozzá, egy élesztő, egy evőkanál olaj, és egy kávéskanál só. És akkor ezt jól ledagasztani, hogy izzadjon a gerenda, így szokták mondani az öregek, és akkor 20 percig áll, akkor kiformálom. Kis Nándor esperes kihangsúlyozta, hogy az életet jelentő kenyér szorgalmas emberek munkájának a gyümölcse, de Isten ajándéka is. Azt hiszem, hogy talán nem is tudjuk értékelni, hogy ez a kevés, ez milyen sok. És figyeljünk oda, kedves testvéreim, figyeljünk oda, hogy milyen sokat is tud jelenteni ez a kenyér, és adjunk hálát Istennek ezért. Gyuris László plébános a rászorulók megsegítésére kérte a híveket. Igazán olyan jó lenne, ha egy-egy közösség, úgy az egyházi, mint a civil közösség is észrevenni, talán felkeresni azokat, akiknek nincs, és így juttatna nekik. De természetesen gondolunk azokra az ezrekre és ezrekre, akik átvonulnak a mi országunkon, és nem tudjuk, hogy miük van és miük nincs. Együtt imádkozott tegnap a Szent István napi ünnepségen Nagybecskerek magyarsága a helybeli református templomban. Hagyományosan egyik évben a katolikus, a másikban pedig a református templomban tartanak közös megemlékezést. Hiszek abba, hogy ez a Szent István napi ünnepség, amely megtöltötte ezt a templomot, ez azt is jelzi, hogy a nagybecskereki magyarság, amely valamilyen módon központja itt a bánáti magyarságnak, egy olyan közösség, amelynek nem csak múltja, hanem jelenne is, sokkal szebb jövője van a mai jelennél. Az ünnepi műsorban felléptek a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a Madách Amatőr Színház és az Emmanuel Kamara Kórus tagjai. A rendezvény szeretett vacsorával ért véget a Református Egyházközség udvarában.